Jó estét kívánok, ez a Quartet, a heti TV politikai elemző műsora. A mai adás vendégei Magas István közgazdász, Péter Figergely író és Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogász. Így, ahogy mondtam, sorrendben így ülnek egymás mellett. A kör vagy a félkörnek a szélén Magas István, aztán Péter Figergely és Szentpéteri Nagy Richárd. A műsor három témája pedig az első a Heineken sörgyárral vívott háború, amelyet a magyar kormány indított, miután a Heineken háborút indított az igazi csiki sör ellen. A második témánk, hogy írásbeli figyelmeztetést kapott négy történész, amiért a sajtóban nyilatkoztak a terrorháza elhíresült 56-os plakátjával kapcsolatban. A harmadik téma pedig az, hogy a kormány vonakodik kiadni, noha erre már bírósági ítélet is kötelezi, hogy hogyan kerülnek a TAO pénzek kedvezményezettjeihez. Erről beszélgetünk majd ma este tehát vendégeinkkel. És az első téma mindjárt ugye a Heineken és a csikisörféle ügy, amely hosszú napok óta, vagy inkább hetek óta borzolta a kedélyeket, és most a műsor előtt körülbelül pár órával megszületett a megegyezés a román sörgyár és a Heineken, illetve az igazi csikisör és a Heineken között, és most kéz a kézben, innentől kezdve abba hagyják a pereskedést, és csak arra fognak koncentrálni, hogy melyikük milyen sört gyárt. Innen kezdenénk ezzel a happy enddel, de nem tudom, hogy igazán happy endnek értékelhetjük ezt. Gergely. Elvileg az, hogy minél többféle sört ihasson az ember, ez egy üdvözlendő dolog. Tehát én nem tudok komoly haragot érezni. Virágozzék 100 sör. Virágozzék, ez így van. Habozzék 1000 sör. Tehát ez önmagában a fogyasztó szempontjából kétségkívül jó, hiszen nyilván ezek finom és ízletes sörök, és minél többet ihat az ember fáradt a munka után, az annál jobb. De kétségkívül a dolognak vannak mulatságos fordulatai, például az, hogy most a meghozott jogerős bírósági ítélettel mi történik, amelyben ugye a Heineken elvileg lenyomta, hogy pestiesen mondjam, az igazi csiki sört. Azon kívül pedig ott van az a nem mellékes kérdés is, hogy erre milyen fűszert szórt a magyar kormány vörös csillag elleni vad, antikommunista, nagyon időszerű hadjárata, hiszen nincs is a földkerekségen nagyobb ellensége ma a szabadságnak és a demokráciának, mint épp a kommunisták, úgyhogy ideje őket beledöngölni a földbe. Nagyon helyes. Németh Szilárd rezsibiztos megmondta, hogy a korrupció is a kommunisták miatt van Magyarországon. De eddig kérdés volt ez egyáltalán? Tehát szóval ezek a dolgoknak azok a mulatságos fordulatai, amelyektől ez a dolog igazán szórakoztató, és ugyanakkor persze slamposan kelet-európai lesz. Tehát nyilvánvaló az, hogy az önkényuralmi szimbólumok azok kellemetlen, utálatos dolgok, tűnjenek el a közterekről és felületekről, de hát nem minden formát lehet abóvó magát a formakint, tehát a geometriát nem lehet megtiltani. És nyilván a kontextustól függ az, hogy mit tekintünk önkényuralmi jelképnek és mit nem. Tehát amikor elmegyünk egy múzeumba, és ott akár a római légiós csizmák talpán, akár egyéb indoeurópai törzshöz tartozó ábrázolásokon horogkeresztet látunk, vagy szvásztikát látunk, hiszen ez nem horogkereszt, hanem szvásztika, akkor nyilván nem önkényuralmi jelképről beszélünk. Hasonlóképpen, ha vörös csillagot látunk a Heineken vagy a konvercipő oldalán, akkor ez megint csak nem az a vörös csillag, bár formailag kétségkívül ugyanaz, de hát úgy látszik, hogy az esztétikai és a történeti finomságok nem tartoznak a kormány érvelés technológiájának a fegyvertárába. Ha neked volna bajszod, akkor most az alatt mosolyognál, csak mert látom, hogy végig kicsit ironikusan figyelted, ahogy... Hát igen, ugye, mert úgy,
a sört mindenki szereti a férfi társadalomban, sőt a jó sört egy picit jobban szereti, mint a rosszat. A nagy kérdés az, hogy mire mondjuk azt, hogy nagyon jó, hogy a Heineken biztos, hogy dörzséli a kezét, mert ugye a negatív reklám és reklám, ez hétszentség, ezt így is tanítják a tankönyvekbe. Tehát, hogy nem... aki még eddig nem ívott Heineken, az is megkóstolta, hogy milyen ez a kommunista sör. Ez így van, tehát muszáj már csak kíváncsiságból is, de arról nem beszélve, hogy tulajdonképpen az ítéletes sör fölött, az majdnem olyan nehéz, és ezt komolyan mondom, hogy az ember megkérdezi, hogy mi a jó nő, vagy ki a jó nő. Eldönthetetlen kérdés, de mégis vannak nagy márkák, és tényleg az a helyzet, hogy a sörpiacon, ezekről a márkákról beszéltek? De a márka nem olcsó. Tehát ugye itt arról van szó, hogy a Bajnokok Ligája főszponzornak lenni, az nagyon sokba kerül. Arról nem beszélve, hogy azt is látják, hogy mondjuk Romániában, és ők időben megegyeztek ezzel a csuksörrel, ugye megvették azt hiszem még 2014-ben a teljes, majdnem kizárólagos terítésjogosultságát, tehát dörzsöltek a nagy sörgyárak. Emellett azt is tudják, hogy jó sört kell csinálni, de azt akarom mondani, hogy mindenkihez elmegy a téma, és ennél jobbat egy marketing szakember nem is kívánhatna. Igen. Itt súlyos alkotmányjogi problémák vetődtek volna föl, ha nincs ez a megegyezés, és hát ahogy én olvastam a hírekben, a magyar kormány egy eleve vesztes háborúba lavírozta volna bele magát. Hogyne, nagy kérdés, hogy akkor miért volt ez az egész. Mert ugye a végeredmény örömteli természetesen, a megegyezést nyilvánvalóan üdvözölhetjük, de hogy miért csinálta ezt a nyilvánvalóan vesztes ügyet, miért karolta így fel a kormány, miért hegyezte ki ezt az antikommunista érzületre, és az is kérdés természetesen, hogy miért szól bele piaci szereplők vitájába, és hogy ez hazafias dolognak érződik-e. És alig, hanem itt a válasz, hogy ez egy hazafias cselekedetnek festett, vagy tűnt föl néhány választó szemében. Az antikommunizmus, vagy a vörös csillag ellenesség pedig alig, hanem ugyancsak jól rezonál még mindig a Fidesz törzs választói körében. Emlékeztetnék arra, hogy Lánci András még a 2000-es évek elején egy konzervatív kiáltmányt fogalmazott meg az élet és irodalomban, és akkor a kormányra készülő erő ezt tette elsősorban magáévá, és úgy állott a helyzet, hogy tulajdonképpen nem is nagyon marad más közös nevező, közös többszörös a nagyon heterogén Fidesz táborban, mint éppenséggel az antikommunizmus, mi akkor is, hogyha döglött lovat nem patkolunk, hiszen ugye, ha nincsen kommunizmus, akkor... De különben is már le kell szállni döglött lóról, mert ez a Dakota közmondás, és már mégis. Orbán Viktortól ezt tudjuk. Már a Dakoták is utálták a kommunisták közé. Na de bárki közülünk el tudja képzelni, hogy a Fidesz törzs szavazói azt hiszik, hogy egy régi kifejezéssel élve nyugat-német sörgyár az a kommunisták oldalán van, azért tette rá a dobozra a vörös csillagot? Azt hiszem, hogy valahogy úgy érezték, hogy bele kell szólni ebbe a vitába, mert hogyha igazi, meg valódi csikisör az olyasmi, amiben a magyar kormánynak szava van, és ha már szava van, akkor ezt végigviszi egészen odáig, hogy az önkényelmi jelképet is pellengére állítja. Természetesen a dolognak alig, hanem semmi értelme nem volt. Tehát nem látható, gondolom én, a mérésekben, hogy ez növelte volna a szavazókedvet, de az bizonyos, hogy össze kell időnként tartani a tábort, és az egyik módja volt ennek. Már csak egy mondatot, hogyha szabad, jó néhány jó sört is, mert az ember tötesen Kanadában van egy kanadai nevű sör, az a neve, hogy Canadian, és ezt a hazafias érzelmű emberek isszák. Én is megkóstoltam, és más sörökkel is összevetve nyugodtan mondhatom, hogy szörnyűen rossz sör. És azon is volt vörös csillag? Nem vörös csillag volt, hanem a juharlevél volt természetesen. Nagy kedvel isszák, különösen hoki meccseken és így tovább, tehát ez összetartja valamiképpen a sörös társadalmat, még akkor is, hogyha rossz a sör. Igen, de itt az a helyzet, hogy amikor én azt mondom, hogy vesztes háborúba ment volna bele a magyar kormány, ugye a jogszabályoknál először is megfáztak annak idején, amikor Vajnai Attila az Európai Bíróságon megnyerte a pert azért, mert ő vörös csillagos kitűzőt viselt, és aztán az országgyűlés úgy módosított egy szabályzatot, hogy a vörös csillag használata csak akkor büntetendő, ha használója azzal megzavarja a köznyugalmat. Vagy a korábbi áldozatok emberi méltóságát. Na most azt, hogy valaki iszik egy Heineken sört, kinyom, kipattintja és tölt magának, majd megisz, azzal milyen köznyugalmat zavart volna meg? Igen, most már akkor végre rátérünk. Én azt hiszem, hogy a kormány alig, hanem arra számíthatott, hogy itt lesz megegyezés a piaci szereplők között. Tehát nem tudom elképzelni, hogy ez váratlanul éri a kormányt, alig, hanem ez volt eredetileg is a tervekben. Futott egy kört, nyilvánvalóan nem akarta végigvinni, mert az csak vesztes ügy lehetett volna. Tehát mindenki örülhet. Tulajdonképpen mindenki örülhet. Na most az az érdekes, mert azért vannak ennek az egész szituációnak ilyen pikáns oldala.
oldalai. Például az egyik, hogy amikor még javába dühöngött ez az egész dolog, és a kormány kivont karddal rontott rá a Heinekenre, akkor beperelte a Heinekent a Szovjetunióban volt politikai rabok és kényszer munkások szervezete, röviden Szórakész, a Szabadságvédő Alapítvány jogvédő támogatásával, mert egyszerűen nem tudták elviselni azt, hogy egy önkényuralmi jelkép legyen egy sörön. Csak az a probléma, hogy 28 év óta van Magyarországon Heineken sör, a Vörös Csillaga. Miért most ébredt föl a Szovjetunióban volt magyar politikai rabok és kényszermunkások szervezet? Hát mást nem gondolhatok, mint hogy ezek mindenrég antialkoholisták is, amellett, hogy antikommunisták. De viccet félretéve, valószínűleg az a legszomorúbb ebben a dologban, hogy egyébként igen derék embereket és nemes eszméket tesznek nevetséges és olyan piszticsári ügyekben, tehát lőnek itt ágyúval verébre, amelynek köze nincs ezekhez az eszmei vitákhoz, és sem a történelmi dolgok között nem igazít el senkit. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy nagyon jól néz ki, és a kormány stratégiájába illeszkedik az, hogy a gonosz ellenszenves multikat, mint a nemzeti érdeket meggyalázó, és a ráadásul ugye épp arra a hullámra is ráült ez az egész történet, hogy a multik állítólag silány minőségű élelmiszerekkel mérgezik Kelet-Európa lakosságát. Ez is egy nagyon jól kihasználható propaganda fordulat volt itt. Úgyhogy erre a hullámra ült rá a kormánynak ez a karcsörtető multiellenes kampánya. És akkor hát, ez a 28 éve működő politikai szervezete most még egy jó pontot akart szerezni a kormánynál, hogy na, akkor most ők megtámogatják? Hát gondolom ennek a szervezetnek lehet olyan, vagy tulajdoníthattak olyan társadalmi hitelességet, vagy olyan szavahihetőséget, amelyért nagyon kár, tehát nagyon kár, hogy egy ilyen egyébként nyilván nagyon tiszteletre méltó és derék emberekből álló szervezet, akik nemes célokért küzdenek. Én ezért nem értem ezt. A nevüket adják egy ilyen olcsó jánoskodáshoz. Szóval ez egyszerűen szomorú és nagyon, nagyon nagy baj, hogy a politika olyan szinten terjeszkedik rá a társadalom minden eddig civilnek, vagy kizárólag kulturálisnak, vagy érdekvédelminek tekinthető részére, hogy bevonja ezekbe a játékokba, és ezzel egyre több mindenkinek a szavahihetőségét teszi kockára. István, itt most szerinted ezek a elhurcolt rabokat képviselő szervezet úgymond jó pontot akart szerezni? Hát ezt nem tudom, nem volt a dolog teljesen improvizatív abban az értelemben, hogy romániai szavazókat is szeretnének megnyerni egészen biztosan jövőre, de azért az ember mikor meggondolja... És ezzel a sörkampányal lehet? Hát valamennyit talán lehet. Ugye mégis biztos nem csak történészek szeretik a sört, aki kikutatják, hogy egy Trocki nevű kommunista találta igazából ki magát a jelképet még a 10-es években az előző évszázadban, illetve hát maga a logó, akkor nem így hívták, az már 19. század végén is létezett, tehát tulajdonképpen a dolognak van egy szép történelmi íve is, de hát amikor sört iszünk, ugye nem ilyenekre gondolunk, hanem szeretnék vidámak lenni. Igen, valóban úgy van, alig, ha nem, bár nem ismerjük a történetet, hogy nem a tiszteletre méltó civil szervezet jelentkezett, vagy jutott eszébe, hanem alig, hanem szólva lett nekik, hogy így mondjam, passzívban. Tehát a kormány nagyon ügyesen sok esetben másokkal mondatja ki azt, amit hallani akar, csak éppenséggel nem passzol hozzá, hogy kimondja. Úgyhogy itt alig, hanem egy fölkérés volt, hogy ez a állásfoglalás megszülessék. Talán még jól is járt ez a bizonyos szervezet, hogy egy ilyen állásfoglalást. De mivel majd a következő alkalommal többet kapnak állami támogatást? Hogyne. Ezt komolyan gondolod? Szinte bizonyos vagyok, sőt, azt is már először el tudom képzelni, hogy már most jól jártak. Vonod a válladat. Hát igen, mert tényleg én ettől egyszerűen szomorú vagyok, tehát hogy itt vannak nemes célok, meg vannak valódi áldozatok, valódi sérelmek, valódi érdekek, amiket valódi emberek képviselnek, és itt pedig ez egy porhintés volt, egy színjáték, egy álságos elterelő hadművelet, ami egészen máshol szólt, nem a Vörös Csillagról, és nem a történelmi sérelmekről, és nem a kommunizmus bűneiről, és így tovább. Tehát ez olyan dolog, mintha valaki hirtelen kitalálná, hogy mivel a pentagrama előző életében a sátánista szertartások része volt, itt valójában a sátán ellen kell küzdeni azzal, hogy a Vörös Csillagot betiltjuk, és aztán így lehet visszalépkedni a történelmi időben, hogy mennyiféle alkalmazása volt eddig a pentagrammának. De az az érdekes, hogy amint megszületett a kormánynak ez a
harcias magatartás, akkor előjöttek, hogy milyen más termékeken is van rajta a vörös csillag a tornacipőn, a San Pellegrino ásványvizen, a Macy's áruházon New Yorkban, de aztán erről a Macy's áruházon aztán senki nem állíthatja, hogy biztos volt Magas István is annak idején, amikor Amerikába élt a Macy's áruházban, de nem jutott az eszébe, hogy egy kommunista fészekbe akar vásárolni. Igen, nem, de az olyan érdekes, hogy az emberek szeretik valahogy a balhét. Tehát a balhénak a marketing szakember szemben van értéke. Ebbe tényleg biztos vagyok. Most az más kérdés, hogy teljesen ki van fordítva. És az ember megkérdezi, hogy szeretjük-e például a Stalicznaja vodkát, ugye, ami jó orosz vodka, nem tudjuk az eredetét, elnevezték Stalicznának. Sokan szeretik, és nem kötnek hozzá mondjuk kommunizmust, csak vodkát. Tehát a dolog azért nagyon necces, és ugye, de van, aki orosz ellenességében inkább Finlandia vodkát iszik. Igen. És akkor az már nem kötődik a kommunizmushoz. Igen. Az érdekelne még, hogy véleményetek szerint a Heineken tulajdonképpen miért egyezett meg? Attól félt, hogy Magyarországon nem fogják venni a sörét? Mi volt az érdeke a Heinekennek, hogy egy már megnyert jogerős bíróság ítélet birtokában egyszerűen azt mondja, jó, akkor legyen csíkis. Nem értek a marketinghez, de szerintem ahogy mi is lereagáltuk ezt a dolgot, ez valószínűleg általános, tehát hogy egy pozitív image az, hogy hát most egy nagy, ő is eladhatja ezt a történetet úgy, hogy egy kis, de büszke és hagyományaira érzékeny, ráadásul a nagy nemzetestől elszakított kis közösség, gér, a multikulturalitás és a szubszidiaritás jelszavával ő most sokat tesz, és ezt tulajdonképpen lehetséges, hogy képviselni is fogja, vagy erre a hullámra rá lehet ülni. Egyébként nagyon jó fej dolog, hogy ezzel most erdélyi magyar székely testvéreink úgy érezhetik, hogy kiálltak mellettük. Igen, hogy kiálltak mellettük, és végül is aztán meghátrált egy nagy multiszég az ő harcias kiállásuk miatt. Akárhogy is volt, ez abból a szempontból, hogy egyel több jó sör lesz a piacon, egyébként jó, tehát mind a kettő jó sör, a csukis meg az igazi csikis sör is tök jó, úgyhogy ilyen szempontból hurrá van. No, akkor menjünk egyel tovább, megint egy másik tulajdonképpen, most nem ilyen nagyon erős őrületre, de azért mégiscsak az, hogy írásbeli figyelmeztetést kapott négy történész, amiért anno a sajtóban nyilatkoztak arról, hogy a terrorháza 56-os elhíresült plakátján nem Dózsa László színész gyerekkorában látható, hanem egy bizonyos Pruk Pál nevű igazi pesti srác. Ez az ügy annak idején nagy port vert fel, Dózsa László fennhangon hirdette, hogy ő látható a képen, míg aztán a család elő nem jött azzal, hogy bizony, ez nem Dózsa László, hanem Pruk Pál. Ráadásul előhozták a Life című amerikai magazint, amely ott állt, hogy Pál, Pruk és ez a fotó. Miért kellett ehhez a dologhoz, most még ne beszéljünk az írásbeli figyelmeztetésről, csak arról, hogy annak idején a terrorházának miért kellett ehhez olyan makacsul ragaszkodni, és menni bele az erdőbe, és ki nem találni onnan, míg ahelyett, hogy azt mondták volna, bocsánat, úgy látszik Dózsa László, akinek lehetnek 56-os érdemei, az rosszul gondolta, rosszul hitte, hogy ez ő, és tényleg itt van a Life, hát ennél perdöntőbb nincs. Miért nem lehetett rögtön kapitulálni? Én azt gondolom, hogy ez beleilleszkedik az eddig minden hasonló helyzetben látott Fidesz stratégiába, tehát, hogy egyetlen egy katonát sem hagyunk hátra, egyetlen egy is hibát sem ismernek el, és akkor is fejjel mennek a falnak, hogyha már nyilvánvaló, hogy az 20 méter vastag vas beton. Tehát, hogy ebből a stratégiából eddig nem zökkent ki a kormány és a hozzá kapcsolódó szervezeteknek a kommunikációja, és úgy gondolják, hogy nagyobb veszteség az, hogyha egy hibát nyíltan beismernek, mint hogy elaprózzák ennek a hibának a beismerését sok apró vitára, amelyben mindig alkalmat kapnak arra, hogy oda abszolút nem tartozó érveket kezdjenek egyébként kifejteni, vagy oda hajánál fogva rángassanak elő oda nem tartozó, de látszólag fontos ügyeket. És tulajdonképpen ez a kommunikációs stratégia, azt kell mondanom, hogy működőképes, mert végül is
az emberek fülében, vagy az emberekben mindig ott marad végül az a kis bizonytalanság, hogy most akkor tényleg ennek lehet, hogy a Pruk hazudik, és lehet, hogy mégis Dózsának van igaza. Vagyis, hogy hát a Pruk családja, ahol tényleg egy nagyon megható levél, és tehát emlékszünk ennek a történetére. Tehát, hogy ez végül hátrahagy egy bizonyos bizonytalanságot, és pontosan ez a cél, míg hogyha azt cáfolták volna, vagy ha beismerték volna a tévedést, akkor mindenki azzal a szájízzel menne el, hogy hát ezek milyen ostobák és hibáztak. Úgyhogy ilyen szempontból stratégiailag valóban ez az egyetlen járható út. Sajnos. Igen, vagy én is úgy gondolom, és szomorú is vagyok, hogy arra jöttem le, de az embereket a teljes valóság soha nem érdekli, mert annak utána kell menni, el kell olvasni, le kell lele, nem szeretik, de szeretik valamihez a dolgot kötni. És ez a könnyebbik út. És sajnos én azt látom az egyetemi katedrán is, hogyha valamihez tudják az emberek kötni a diákok a dolgot, akkor könnyebben megjegyzi, még akkor is, hogyha az nem stimmel. De hát... De mondj egy példát erre, hogy megjegyzi akkor is, ha nem stimmel. Hát mondok például az, hogy mondjuk nem szeretjük a bankokat, mert általában ugye a bankok mindenhol drágák, nyugaton is. Tehát ez így van. De mégis, amikor arról van szó, hogy hol látom nagyon biztonságban a pénzemet, mondjuk egy jó nevű bankba, vagy valami stikli szövetkezeti takarékba, akkor mindenki rájön, inkább megyek a drágább, jó nevű bankba, mert ott jobban biztonságban van a pénzem. És ez Amerikában is felreállította a dolgokat, az emberek elhitték, hogy ilyen rossz nevű takarék szövetkezetek, ha ugyanúgy elsíbb volták a pénz, azok fejreállították, majdnem fejreállították a bankrendszert. Tehát azt akarom mondani, hogy abban... De, jó, de bocsánat, az a Goldman Sachs, az nem volt, meg a Lehman Brothers, az nem volt egy takarékszövetkezet. Nem voltak kis nevek, ott más probléma volt. Ott is volt egy kisebb fajta, nevezzük így stikli, tehát a stikli neve az volt, hogy olyan árukat árultak, vették meg, amikről tudták, hogy eladják, de hogy a dolog gyakorlatilag problémás értékpapír, és mégis megtették. Rá is fizettek, és utána perek kívül megegyeztek az állammal, nem volt olcsó az sem. Tehát azt akarom mondani, hogy hamarabb el lehet adni azt a dolgot, ez megint marketing, ahol valamivel arra terelem a figyelmet, és igazságnak tüntettem fel, mint az, hogy én valami nehéz dolgot próbálok elhitetni, de ahol sokat kell olvasni, vagy esetleg számokat is át kell nézni. Igen? Igen, én is úgy gondolom, hogy végül is nem volt nagyon a kormánynak ellenére, hogy erről az ügyről beszélgettünk. Ez a plakát ugye egy jelentős ügy, de azért köztünk szóval nem egy világrengető kérdés, azért Mohácsnál vagy Trianonnál azért jelentősebb dolgok dőltek el ennek a nemzetnek az életében, és azt lehet mondani, hogy tehát a közelmúlt történelmének perspektívájából nézve sem olyan egetrengető dolog, de valóban az érintettek számára ez nagyon fontos, és az igazság számára ez fontos. Úgyhogy erről érdemes volt beszélni, de hogyha a kormány rögtön belátta volna, vagy a terrorháza, pontosabban a szervezők belátták volna, hogy itt hibát követtek el, és ezt elismerik, akkor alig, ha nem gyorsan lezárult volna a kérdés. Így azonban, hogy erről a kérdésről beszéltünk, ezzel megtettük azt a szívességet, hogy kevésbé beszéltünk arról a kérdésről, hogy milyen hallatlan összegek folytak el az 56-os kampány. És nagyrészt elszámolatlan pénzek, hallani, hogy hamarosan a végső elszámolás majd meg fog születni. Tehát mert ott, még nincs vége az 56-os évnek, emlékévnek. Így van. Ezt a pénzt egyébként sok mindenre lehetett volna természetesen költeni, és itt az ünnepségek szervezése, a plakát kampány egyon belül is. A Stefka István kocsmájának felújítása, hát igen, az egy igazán nemes cél volt. Világos. Hát pontosan probléma nem. De lám, erről kevesebbet beszélgetünk, mint erről a plakát kampányról, úgyhogy alig hanem úgy áll a helyzet, hogyha itt egy szándéktalan hiba történt, és mint úgy utóbb ráébredés történt arra, hogy ez a hiba elkövetődött, még akkor is egyszerűbb volt nem beismerni, és ezt az ügyet húzni, halasztani, egészen odáig még ugye hát ilyen fegyelmi ügyekbe torkollod, mert mondom, akkor sem beszélünk a jelentősebb ügyekről, de köztünk szóval ezek a jelentősebb ügyek is jelentéktelenek a nagy ügyekhez képest. Tehát ez tulajdonképpen ez meghatározta néhány asztalnál a közbeszédet, nívós beszélgetés folyt erről az ügyről, jó néhány asztalnál Magyarországon, és addig se folyt másról a szó. Arról van valami információtok? Én valahogy úgy emlékszem, hogy Schmidt Mária megígért, hogy találkozik a Pruk családdal, és akkor ezt ott tisztázzák, de hogy ennek mi lett a végkifejlete? Valakinek van emléke erre? Nem emlékszem, én csak arra emlékszem, hogy milyen csúnyán beleszállt abba a levélbe, amikor ugye a Pruk család nevében, nem tudom, lánya, vagy lány, nem tudom, melyik családtag ugye írt, igen. És akkor arra egy nagyon otromba csúnya belépő következett foci nyelven.
és az, az viszont, tehát ott, tehát mindent, tehát ezt a dolgot el lehetett volna pöcögtetni, hogyha igazából itt nem sérül emberek érzékenysége, mert végülis most tök mindegy, hogy ki van azon a fotón, valljuk be. De azzal, hát hogy itt egy család... Nem, azzal, hogy egy család becsületébe gázoltak, ott viszont a dolog, ott már élessé válik. És ott viszont már kiderült ennek az egész stratégiának a hallatlan immoralitása, mert azzal, hogy ezt nem látták be, ezzel egyre több ember becsületébe kellett belegázolni, inkluzíve végül azokat a legkiválóbb történészeket, akik ez ügyben megszólaltak, és ha jól emlékszem, ők lelettek zugtörténészezve, hogy csúnyán pestiesen mondjam. Hát pedig azért zugtörténészezni Rajnerem Jánost, vagy Ungvári Krisztiánt, vagy Őrsi Lászlót, és Sárközi Rékát, erről négy emberről van szó, hát mondjuk... Rajnerem János, aki az 56-os intézet vezetője, hát nála alig ha tudnak sokan többet 56-ról, Őrsi László pedig kifejezetten csak az 56-os ügyekre koncentrált az egész történészi munkásságában, Ungvári Krisztiánról már nem is beszélve, aki hát ugye szintén egy széles látókörű valaki, de az az érdekes, hogy Ungvári megpanaszolta ezt a döntést, nem tudom aztán, hogy végül is mi lett, de az indoklása az egésznek, hogy tehát, hogy miért kapták a fegyelmit, azért kapták a fegyelmit, mert nem irányították a sajtó megkereséseket a sajtóosztályra. Na most én azt kérdezem, hogy Magas István professzort a Corvinus Egyetemen megkérdezi egy újságíró egy közgazdasági kérdésről. Akkor te fogod magad, és aztán ne haragudjon, de én nem nyilatkozom, pedig én professzor vagyok ezen az egyetemen, menjen a sajtóosztályhoz. Hát általában nem kell megkérdezem, de volt olyan, hogy a dolog úgy indult, hogy a sajtóosztályon indult el a megkeresés. Az egy másik dolog. Egyetértek, tudom. Az egy másik dolog. De azt mondjuk, mondd el a véleményedet Daniel Ricciardóról, hogy ő milyen közgazdasági okfejtéseket, és ez a mai világban ez hogyan érvényesül, erre te nem fogod azt mondani, ne haragudjon, de menjen a sajtóosztályhoz, mint egyetemi professzor. Igen. Nem Daniel volt, David vagy volt. David, bocsánat. Nem igen. Baj, de akkor is igen. Nagy ember volt. Igen. És ugye a nézeteit, főleg a komparatív költségek tanát a mai napig tanítjuk, és volt egy magyar közgazdász, aki egy ilyen álnéven, ha jól emlékszem. Igen, Bokros Lajos volt a beszélőben, Dávid Ricciardo Dávid, hát, és Ricciardo ilyen magyarul, a mai napig magyar helyesírással mondta, igen. Hogy Ricciardo Dávid. Na most az az érdekes, még csak egy pillanatra ragadnék itt le, hogy azt mondják ezek a történészek, hogy ők azért nyilatkoztak, mert a szabályzat szerint csak azokat a megkereséseket kell felsőbb szintre továbbítani, amelyek az országos Széchenyi Könyvtár általános működésével kapcsolatosak. Tehát ők nem a Széchenyi, mert ők ugye oda tartoznak, hiszen a Széchenyi Könyvtár vezetője, Tüske úr teremtette le őket egy írásbeli nyilatkozattal, de ők nem akkor könyvtár működésével kapcsolatban nyilatkoztak, hanem egy történészi kérdésre. Akkor ez... Hát, teljesen világos. Egy történészi kérdésben nyilatkoznak a legkiválóbb történészek, akik ezzel a korszakkal foglalkoznak. Erről a plakátról is 1000 dolgot mondhattak volna természetesen, és a sajtó megkérdezte őket, nyilván őket kérdezte meg, mert őróluk volt világos, hogy nagyon értenek hozzá. Alig, hanem itt strukturális problémákról van inkább szó, tulajdonképpen kis túlzással szóval még örülhetnek ezek a történészek, hogy létezik az 56-os intézet. Ugye a 2010-es kormányváltásnál szóba került, hogy meg is szüntetődik ez az intézet. Így meg hát arról is szó volt, hogy Schmidt Mária tulajdonképpen be akarta kebelezni ezt az 56-os intézetet, és vagy a terrorházához, vagy a Veritas intézethez csatolták volna. Egyik jobb, mint a másik. Ugye mi lett volna akkor, igen, hogyha... Születnek. És ahogy a pletykák szólnak, Lázár János ellenállásán hiúsult meg az, hogy Schmidt Máriának ez a szándéka, ahogy szokták mondani, teljesedésbe megyen. Hát a kultúra egész területén megy ez a folyamatos bekebelezés, illetve azoknak a fórumoknak a megszüntetése, ahol korábban demokratikus és épeszű párbeszédek folyhattak. Tehát innentől kezdve ez egyáltalán nem csoda. Nyilván ez a leteremtés, amelyben ezek a történészek részesültek, egy ilyen taktikai húzás lehet, mert hát sőt tulajdonképpen a jóindulatú értelmezésben, mivel egészen nyilvánvaló, hogy a szabályzat nem ad alkalmat ebben a helyzetben leteremtésre, ezzel inkább arra lehet fölhívni a figyelmet, hogy milyen groteszkül torz, és milyen svejk, ilyen bizarr
ez a mai magyar közélet. Ez egy jó indulatú olvasat, nyilván lehetnek rossz indulatú olvasatok, de ma nagyon engedékeny kedvemben vagyok, mióta sörről beszélgettünk. De hát a dologban tényleg az a szörnyű ugyanakkor, hogy ez, tehát mindig ezek a verbális attakok valami sötétebb dolog előszelei. Nekem erről az egészről az jut eszembe, hogy írtam minap az Amnesty Internationalnek egy anyagot, egy Muhammad Begzanov nevű Üzbegisztánban börtönben, 10 éve börtönben tartott újságíróról, akit mindenféle mondva csinált ürüggyel csukott be a hatalom, és már évekkel ezelőtt ki kellett volna engedni, mert lejárt a büntetése, de még meghosszabbították 2,5 évvel, mert megszegte a börtönszabályzatot, miszerint a cellából lépve papucsot kell váltani. És nem váltott időben papucsot, vagy nem a vonalon váltotta a papucsot. Mindegy, szóval megtalálták azt, hogy hol nem találták. És ezt kifigyelték, hogy ilyen szabályt szegett? Nyilván hoztak olyan szabályt, ami, hát ezt ismerjük a magyar törvényhozásból, tehát látták, hogy ez mindig ugyanabban a papucs, mert gyorsan hozunk egy szabályt, hogy papucsot kell váltani, és ez 10 év börtönnyel fenyegetjük. De nagy lelkűen negyedeljük ezt a büntetést. Tehát, hogy ezek olyan diktatórikus szemétségek, amelyeknek mi egyelőre csak a verbális oldalát tapasztaljuk, de a dolgok természetesen sokkal rosszabbra is fordulhatnak. Hát tulajdonképpen ez is egészen elképesztő, mint ahogy végül is hát az, hogy itt 4 ilyen komoly történészt meg irgumburgum voltak. Meg, igen. Hogy barackot nyomtak a fejükre. Igen, igen. És hát sajnos még mindig nem lehet 100%-os bizonysággal állítani, hogy vajon ki van azon a fotón. Ugye az emlékezetes fotón a pesti srácról, akinek egy davajgitár van a nyakában, ahogy annak idején a géppisztolyt hívták. Na, a következő témánk pedig a TAO pénzek, amely tulajdonképpen egy nagy magyar sajátosság, amely ugye arról szól, hogy az adóbefizetés helyett, vagy NAV-hoz történő befizetés helyett különböző nemes célokra, mint például sporttámogatásra, vagy kulturális támogatásra, el lehet különíteni pénzeket, és azokat oda lehet adni a így módon rászorulóknak, és akkor ezek gyorsabban tudnak fejlődni. A legnagyobb nyertese a TAO pénzeknek, ezt mindannyian tudjuk, mert erről statisztikák is készültek, a Felcsúti Puskás Akadémia, ők azt hiszem, ami 13 milliárdot kaptak, és aztán eszébe jutott itt sokaknak, hogy hát meg kéne nézni, hogy kik azok, akik a legintenzívebb adományozók, és meg lehetne kérdezni tőlük, hogy akkor miért, és éppen mennyit, és miért pont oda, de a kormány azt mondta, hogy ezek nem közpénzek. És így nem lehetett megtudni. Igen ám, de hát ugye a megáltalkodott tudakolók, azok bírósághoz fordultak, és első fokon helyt is adtak a javaslatuk, vagy a kérelmüknek, úgyhogy a kormány kötelezték arra, hogy kiadják, hogy a TAO pénzek először is közpénznek minősülnek, és ezért ki kell adni az adományozók nevét. A kormány viszont ahelyett, hogy kiadta volna a neveket, vagy kiadná a neveket, fogta magát és a kúriához fellebbezett. Jogilag ez rendben van, de azért mégsem. Igen, jogilag rendben van végtelés, de erkölcsileg azért megítélendő a kérdés alig, hanem. Úgyhogy ha szerkesztő és az urak megengedik, erkölcsi szempontból igen. Közelíteném, ha szabad azért végtelés. Egy kis értekezést, ha így lenyomnál, az nagyon... Szabad a következő... Morálfilozófia, következő 2,5 órára így egy értekezést az erkölcsi oldalára. Igen, akkor csak 2 mondatban, hogy mire költődnek ezek a pénzek? Hogy van az, hogy itt valami elvárás fogalmazódik meg a piaci szereplők irányában, hogy mire költsék? Hogy azok a pénzek, amelyik elkerülik itt tulajdonképpen a direkt költségvetésbe menést, hogy úgy mondjam, azokat miért erre kell költeni, és így tovább. Tehát nem lehetne valahogyan fölvetni azt a kérdést, hogy ezek a pénzek másfele is költődhetnek? Nem szóval arról, hogy még ezen belül is, tehát a sporttámogatásokon belül is, azért nagyon beszédes, hogy a Felcsúti Futball Akadémia kapja a jelentős összegeket, hogy miért, mi visz rá egy piaci szereplőt arra, hogy éppenséggel arra költsön, ami éppen elváratik tőle. Szóval az egész... De nem is biztos, hogy valaki elvárja. Na hát ezt lehet mondani. Tehát nem biztos, hogy elvárja. Itt kezd a dolog halatlanul komikusnak lenni. Tehát képzeljük el azt a beszélgetést, amikor ül az igazgató tanács, és azon vacilálnak, hogy hova adjuk gyerekek a pénzt, mi lesz a legjobb. Adjuk az ének a fecsútak, na hát az olyan ciki, az olyan átlátszó, de ha nem adjuk oda, akkor nem lesz megrendelés. Szóval ez valami rettenetesen tragikomikus folyamat. De ez az elő megfelelési kényszer. Igen, igen,
ez olyan, mint az öncenzúra a sajtóban, hogy hát mindenki feltételez valamit, hogy mit várnak el tőle. Ez valószínűleg egyébként többé-kevésbé valóságosan létező elvárások, de hát itt az a, és a dolog itt kezd emberileg egy kicsit gusztustalan lenni, hogy egyszerűen nem képesek az emberek venni a bátorságot, és azt mondani, hogy elmentek ti a nénikétekbe, hanem mindenki előre egy kezét, lábát törve igyekszik a lehető legjobb fiú lenni, és hát a dolog innentől kezdve komédiába illő, és morálisan pedig, hát hogy is mondjam, valahol a nagyon, nagyon a mínuszos sávban helyezkedik el. De hát itt üzletről, nem morálról. Igen, bevezető közgazdaságtan negyedik fejezetben tárgyaljuk, hogy az ember a saját pénzét, saját célra nagyon körültekintően használ fel. A saját pénzét más céljára, már nem annyira, és akkor más pénzét, más célra is itt erről van szó, akkor a dolog meg tud bicsaklani, és most erről van szó, tehát ugye azt érezzük, hogy van valami speciális érdekeltség ebben a terelésben, ami tényleg adófizetői pénz, de tulajdonképpen a törvény születése óta ez már nem a vállalatok pénze, tehát ő tudja, hogy ezt neki oda kell adni valakinek, és az nem az állam lesz, hanem a sportegyeset. A probléma csak az eredményesség körül van. Tehát igazából muszáj az emberek nézni ezt, hogy mi lesz abból a pénzből. Látjuk, hogy szépen megtermeli magát. Látjuk az eredményt. Tehát és sajnos bajos, nagyon bajos, amikor megnézzük, hogy egy elköltött forint, vagy pláne egy milliárd forintból mi született, akkor fantázia kell. Meg hát persze a TAO az egy nagyon jó pozitív rendszer, tehát itt nyilván rengeteg olyan civil cél van a társadalomban, amelyeket nem lehet csak üzleti alapon működtetni, tehát ez nagyon, nagyon jól működő dolog lenne. Akkor, hogyha a civil társadalomnak egy nagyon erős kontrollja lenne ezek fölött, a pénzek fölött, és erről egy valódi társadalmi vita folyna, és ez egy eleven párbeszéd tárgya lenne, hogy hát mire megy, hogy megy el a pénz, és hát nyilván egyébként ez az üzleti szereplők számára is egy pozitív dolog lenne, hiszen ki ne büszkélkedne azzal, hogy 500 millió forintot vagy 10 millió forintot adott valamilyen társadalmilag nemes célra. Az önmagában egy halatlan pozitív dolog, csak itt az egészet megint összekoszolja az a fajta politika, amelyet untig ismerünk. Ez tulajdonképpen, ez azért érdekes most, amit mondtam, eszembe jutott, hogy ha az ember elmegy a Budapesti Fesztivál zenekarnak a koncertjére, és ott kap egy műsorfüzetet, akkor a műsorfüzet végén benne vannak, hogy kik a zenekar különböző fokozatú támogatói névvel. Tehát ott van a platina fokozat, a gyémánt fokozat, az arany, stb. És ez a világon, nyugaton is mindenütt úgy van, hogy ha én szponzorálok valamit, akkor, ahogy mondani is szokták, XY büszke arra, proud of, hogy ő támogatja ezt, vagy azt, vagy amazt. Hát akkor miért ne lehetne nyilvánossága? Én büszke vagyok arra, Felcsúti Puskás Akadémiák, adtam ennyit és ennyit, az én cégem adózott jövedelem, vagy adó előtti jövedelem. Hogy van ez, István? Ez? Hát igen, tulajdonképpen ez a társasági adó tereli másom, amit neki meg kellene fizetni, csak nem az állam kasszába megy, hanem egy dezignált, igen, általam megjelölt. Tehát adózás előtti, igen, pénz, igen, ez. Igen, igen, igen. A proud of, ugye az angol nyelven jelent büszkeséget, ezt más nyelvekben is használják. Tehát valóban a támogató büszke arra, hogy kit támogat, meddig és hogyan, és ezt nyíltan teszi. És akkor az, hogy a kormány gyakorlatilag titkosítással próbált ennek elébe menni, ez már eleve jelző, hogy itt valami nem stimmel? Igen, alig hanem. Tehát alig hanem ezek az erkölcsi szempontok azért mégiscsak előjönnek, szóba kerülnek. És alig, hanem legalábbis egy ideig, amíg nem lesz kötelezve arra, hogy valóban nyilvánosságra hozza az adatokat és ezt a listát, addig el lehet ezzel húzni természetesen az időt. Nem kellemes sem a szereplőknek, sem a résztvevőknek, sem alig, hanem a kormánynak, hogyha ez így kitudódik. Úgyhogy közös érdek van egyelőre, hogy ez ne tudódjék ki, de hát előbb-utóbb azért csak meg. Mert ugye még ráadásul ugye első helyen van a Felcsút, akkor második helyen azt hiszem a Kisvárda, Sesták Miklós szülővárosának másodosztályú fociklubja, akkor van a Tálai András államtitkárhoz köthető Mezőkövet Zsóri futballklub, és a többi, és a többi. Olyan nagyon kulturális támogatott a TAO pénzből nem is nagyon ismerek. Hát a dolog tényleg... Írókat nem kellene TAO pénzből támogatni? Vagy hát minél kevesebb állami pénz jut az emberhez, annál biztosabb, hogy morális értelemben
az arany középúton tud maradni. Tehát azt gondolom, hogy ilyen értelemben, bár a könyvkiadásban kétségkívül van helye az állami pénzeknek, vagy a kulturális folyóiratok körül kétségtelenül van helye az állami pénzeknek, hiszen egyébként nem tudnának működni piaci körülmények között, de azt gondolom, hogy az irodalomhoz ezekből tehát könyvkiadókból, stb. Kell jusson a pénz, nem pedig közvetlenül. De mégiscsak arról van szó, hogy megint arról van szó, hogy ami az egész magyar demokrácia, illibenes demokráciának a legszembetűnőbb hiányossága, hogy azok az intézmények, azok a formák, amelyek Nyugat-Európában egy stabil társadalmi működést teremtenek, és mindenkinek garantálják, vagy legalábbis megadják a lehetőségét a boldogulásnak, azok Magyarországon látszat intézmények, és bár a demokratikus látszatukat megtartják, valójában mégis a legszemérmetlenebb és legmohóbb egyéni érdekeket szolgálják, és ez egy olyan különleges ellentmondás, ami hát komoly fejtörést okoz nagyon sokféle szakma képviselőinek, hogy hogyan lehetne elejét venni annak, hogy valami látszólag demokratikus keretek között működik, valójában azonban diktatúraként funkcionál, látszólag intézmények és mindenkire érvényes szabályok működnek, miközben az van, hogy aki kapja, marja. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon különleges és speciális jogi zűrzavar, amiből nagyon jó lenne valahogy kiutat találni. Ez egy hungarikum, ez a TAO? Mert csak azért kérdezem ezt, mert hogy Brüsszel most az utóbbi pár napban jött egy hír, hogy engedélyezte további időszakra, egészen pontosan 6 éven keresztül tovább lehet ezt a TAO rendszert alkalmazni Magyarországon. Máshol is van ez? Igen, tehát nem maga a TAO a hungarikum, sőt a végeredményére mondanám azt, hogy inkább hungarikum. Tehát abban az értelemben, hogy boldogabbak lennék, amikor a futballban tényleg látszanának eredmények. Most tartós eredmény nem beszélek, de valami kiugró. Hanem itt arról van szó, hogy valóban az a jogosultsága a kormánynak, hogy a fiskális költségvetési politikában az adószedés mértéke, célja, stb. Saját maga határozza meg, hogy mit akar csinálni, ez tényleg az ő joga, és ebbe Brüsszelből nem fognak beleszólni. Most az más kérdés, hogy azt látják, hogy esetleg ugye az angol azt mondja, hogy él vele és visszaél vele, szintén ugye use and abuse, itt is erről van szó mindig, hogy meg lehet találni egy rendes vizsgálódás nyomán, hogy az, amit csinálnak, az ténylegesen az, amit ígértek, hogy csinálni fognak. És sokszor ugye az a helyzet, hogy hát sajnos nem. Hát igen, az eredménytelenség egyértelműen látszik. Hát akármilyen pénzek mentek a magyar futballba, hát a magyar futball talán némi javulást azért elkönyvelhetünk. Az Európa-bajnokságon volt némi javulás, de most itt volt a Portugália elleni mérkőzés, 3-0. Túl meleg volt, túl hideg volt, valami mindig van. Igen. De azért hozzátehetjük, hogy ez egy nagyon nagy csapat, ez a portugál csapat, és hát 3-0 lesz tulajdonképpen. De mégis annyira nem számoltak azzal, hogy ez a portugál csapat milyen játékerőt képvisel, hogy itt ahogy szokták mondani, orba szájba pestiesen szólva jöttek a nyilatkozatok, meg is verhetjük ezt a portugál csapatot komoly válogatott játékosoktól. Jó, hát bizony... Tehát senki nem számolt az igazi realitásokkal. Igen, igen, ez a realitás valóban, sőt a 3-0 az még kevés is. De valóban ez nagyon-nagyon nagy csapat, a világsztárok, és a fiatalok, akik akár csereként, vagy kezdőként beálltak, hát tényleg azok is hallatlanok, és még az következő évtizedekben is fogunk hallani róluk. De azért ez a bajt a bizakodás a mérkőzés előtt azért más volt, mint a korábbi bizakodások, mert azért van egy tapasztalat, egy 3-3-as tapasztalat. Ugye az Európa-bajnokságon valóban az egy nagyon szép meccs volt, az valóban jól sikerült. Érdekes, hogy erre kanyarodott most a beszélgetésünk, de tényleg öröm volt az Európa. Sörrel kezdtük fociba végén. Igen, de azért még egy kicsit kommunistáznak, olyan értelem, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy az, aki a TAO-ról azt állítja, hogy közpénz, az egy kommunista beidegződést követ. Na most, hogy van ez? Hát ez nagyon nehéz értelmezni, tehát itt az ember eltéved ebben a dodonaian rejtélyes és dakotaian tömör kijelentésben. Most még egy pillanat, ne felejtsd a szabad, mert azt mondta Orbán Viktor, ezt a pénzt a vállalkozók teremtik meg, és adják oda annak, akinek akarják. Hát igen, ez a csodálatos, hogy megint a Duma,
és a valóság között tátongó gigászi szakadék, tehát hogy látszólag a legeurópaibb és legszebb rendszert építettük föl, ahol végre valóban igazi demokrácia működik, és a sajtó nem hazudik, mint a nyugati Lügenpresse, ahol az embereket megvezetik, hanem itt mindenki az igazságot mondja ki, itt mindenki szabadon választható, ez gyakorlatilag maga a földi paradicsom, és tényleg ezek a derék vállalkozók, akik szorgos munkával, nem véletlenül lopásból vagy egyéb sanda módon szerették a pénzüket, legjobb szándékuk szerint a legnemesebb nemzeti célokra adóznak. Hát van-e ennél szebb dolog e földön, kérdem én a reformkor nyelvén? Hát ennél jobb végszót el sem tudok képzelni ez a mai műsorhoz. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, önöknek is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra egy hét múlva.